első egyenruha még nem a magyar királyi posta története idejéből származik, hanem korábbról, ez az 1800-as évek eleje. Ez egy posta kocsis egyenruha, mert hogy ebben az időszakban a legfontosabb tevékenysége a postának még a személyszállítás volt. Ugye a galamposta igazából nem működik, ez csak egy ilyen tévhit. A galamposta csak egy irányba épült, 1895-96-ban épült Marmarek Oszkár építész tervei alapján. Egy gazdag és itógyáros család építette, két fia volt a családnak, az egyikük itt a akkor Nagy János utcának hívták, az utcát, és ide költözött ebbe a házba, és neki volt Újpesten egy szeszgyára, úgyhogy itt a második emeleten, ahol most a múzeum van, a gyárnak, az újpesti gyárnak az irodái voltak. Tisztelettel köszöntöm a VGKE YouTube csatornájának minden kedves érdeklődőjét, Balázs Zsanett vagyok. Itt vagyunk a Bencúr utcában található Posta Múzeumban, a Magyar Királyi Posta történetével foglalkozó kiállításon vehettünk részt néhány perccel ezelőtt a VGKE szervezésében. Urbán Gyöngyi múzeumpedagógus, múzeológus volt a segítségünkre. Azon túl, hogy megköszönjük ezt az információkban bővelkedő tárlatvezetést, hiszen nagyon gazdag történettel rendelkezik a posta, és nagyon gazdag az a, hát talán ma már mondhatom azt, hogy az a világ, amivel a posta, illetve annak története rendelkezik. Vissza kell egy picit időben mennünk, hiszen Magyar Királyi Posta történetével ismerkedhettünk meg az elmúlt percekben. Honnan a név? 1867-ben a kiegyezéssel alakult meg az önálló Magyar Posta Szolgálat, és mivel akkor ebben az időszakban Magyarország államformája a királyság volt, innen a királyi jelző ebben az esetben. A Posta Múzeum itt az épület második emeletén található, és az első emeletre, hogyha felérünk, akkor egy nagyon különleges személy alakjával találkozhatunk. Tehát ez a ház, ahol most vagyunk, a Bencúr utca 27, ez egy gazdag gyáros família építette 1890-es évek közepén, és 1930-ban került a posta tulajdonába. A posta mindig nagyon vigyázott rá, és igyekezett megőrizni az épület különlegességeit. Az első emeleten volt a díszterem, a bálterem, és oda természetesen egy különleges lépcsőn, illetve egy különleges környezetben lehetett följönni, és ott az a rótmiksa üvegablak ma is ott van, 130 éve majdnem. És hát a Posta Múzeumba érkezők láthatják ezt a különleges üvegablakot. Mi 6 termen keresztül mondhatom azt, hogy élvezhettük az ön tárlatvezetését, és a különleges történeteket hallgathattuk meg. Mit mutatnak be ezek a termek a posta történetéről? 6 termünk van valóban, 5 terem az állandó kiállításunk, ami már 10 éve áll. Itt mutatjuk be, az a címe, hogy a Magyar Királyi Posta története, de igazából a kiállítás címe az, hogy elsők között, hogy miben volt a Magyar Királyi Posta az elsők között, vagy az első a világon, mint például a gépjárművek használata, a benzinüzemű gépjárművek használata, vagy az elsők között mondjuk a nők alkalmazása állami nagyvállalatoknál. És mindig van egy időszaki kiállításunk, ami most a mesélő egyenruhák kiállítás, ezt körülbelül évente újítjuk meg, és valamilyen postához kapcsolódó témában igyekszünk. Ez már nem a királyi postához kapcsolódik sohasem, hanem valamilyen egyéb területhez. Ma embere számára a posta leginkább a levél és a csomag, esetleg a csekk feladással azonosítható, de a 1990-ig a posta sokkal több volt ennél. A távközlést is tartalmazta, illetve a műsor szórást is. Itt először ez mit jelent a gyakorlatban? 1887-ben csatlakozott először a táv
írószolgálat, 1888-ban államosították a távbeszélőszolgálatot, 1925-ben, amikor elindult a Magyar Rádió adása, onnantól kezdve a Magyar Posta biztosította azt, hogy a rádióműsorok eljussanak a családi otthonokba, ugyanezt tette 1957-től a televízióval is, tehát ezeknek a műsor szórása a Magyar Posta fennhatósága alá tartozott, tehát ezeknek a tevékenységeknek a műszaki biztosítása. Pontosan ezt szerettem volna megkérdezni, hogy akkor nem csak a logisztikáról van szó, hanem inkább itt a műszaki feltételek biztosítására. Így van, tehát a távközlésről gyakorlatilag. Amikor már, tehát a vasútvonalak mentén építették ki a távíróvonalakat, 1867-től önálló távírószolgálat volt, és 1887-ben egyesítették a postával. Nagyon nehezen ment a távbeszélő hálózatok alakítása, mert ugye az oszlopokat fel kellett állítani, a távbeszélő, illetve a távíró oszlopokat is. A távíró oszlopokat lehetett még a vasútvonalak mentén, de hát egyre nagyobb igény volt rá, és az oszlopot magánterületre nem lehetett felállítani. Viszont, hogyha állami monopólium lett, az állam kisajátíthatta azt a területet, vagy mondhatta azt, hogy maradhat az övé, de az oszlopot ő oda teszi. Mm. És így sokkal gyorsabban haladhatott ez a fejlesztés. 2021. április végén megszűnt a távirat szolgálat, azért, mert hogy egyszerűen nem volt rá szükség. Ugye ma már mindenkinek van telefonja, sokkal egyszerűbb azon üzenni. Ugye a távirat, az úgy nézett ki, hogy el kellett ballagni a postára, vagy fel kellett hívni telefonon a postát. Fel lehetett adni a táviratot, meg kellett mondani, hogy milyen táviratot, hogyha dísztáviratot, tehát ahhoz is kellett már valami, amiből tudja, hogy melyik típusú dísztáviratot válassza ki. Akkor az egyik postahivatalból elküldték már interneten keresztül természetesen az üzenetet, és akkor a másik postahivatalból egy távirat kézbesítő kikézbesített. Itt látható a telefonhírmondó hallgató. Csak ez a kis fa lapocska volt otthon a lakásban, ezt le kellett emelni, ezt a fagyót tulajdonképpen, beszélni nem lehetett vele, csak hallgatni lehetett, és úgy lehetett sztereó az adás, hogyha az egyiket az egyik fülére tett, a másikat a másikra, de természetesen akár két ember is hallgathatta, tehát nem volt muszáj egy embernek. És akkor folyamatosan ment benne az adást, és amikor leemelte, olyan, mint a rádió, tehát hogy ha leemelte, akkor hallgatta, ha visszatette, akkor nem, akkor csak egy kis, mert azért egy alapzaj azért csak volt ebben. És ami itt van mellette, amit itt lehet látni, ez egy hát különleges telefonkészülék, ez Ferenc József telefonkészüléke volt, vagy legalábbis az ő részére készítették, és specialitása, hogy van rajta egy külön hallgató, mert hogy Ferenc József nem szerette a műszaki találmányokat, és úgy gondolta, hogy a telefon ellopja a hangját, ezért ő nem volt hajlandó bele beszélni. Tehát a titkára tartotta a kézibeszélőt, Ferenc József csak hallgatta, elmondta, hogy mit mondjon, és a titkár mondta bele. A távközlés mellett a 20. században milyen szerepe volt a postának? Nemrégiben volt egy olyan kiállításunk, ami a tábori posta szerepét mutatja be, ugye a 100 éves évfordulója volt az első világháborúnak, és ott naponta több százezer levelet küldtek a fronton harcoló katonák, illetve a hátországból a frontra az emberek. Ez egy ilyen nagyon nagy próbatétele volt a Magyar Királyi Postának, és megfelelt ennek a kihívásnak is. Nagyon sok ilyen apróbb találmány volt, ami az egyszerű postások munkáját könnyítette meg. Például, csak hogy ne szerénykedjenek. Például, amit nálunk is ki lehet próbálni, az egyik az Árkai Sándor féle amerikai lakat, amit a zsákok lezárására használtak, de van egy kóci kötegelő nevezetű egyszerű szerkezet is, ami egy nagyon egyszerű lapocska, egy prospán, eredetileg prospán lapocska segítségével úgy kellett bekötözni a levélkötegeket, hogy nem volt megszabva, hogy mekkora lesz ez a levélköteg. Ez is egy magyar találmány, ami csak is a postások hétköznapi életére vonatkozik, tehát általában ezekről a nagy közönség nem tud. Az ide látogatóknak a múzeumpedagógia eszköztárát
meg tudja mutatni? Múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tartunk. Először megmutatjuk a múzeumot, és utána külön múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartunk mind a három témában, tehát a klasszikus posta, a távíró, illetve a távbeszélő témájában is, de aki nem csoportosan érkezik, hogy múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt tudjon venni, igyekeztünk olyan interaktív élményeket biztosítani, hogy minden teremben van valami, amit ki lehet próbálni, úgyhogy igyekszünk a mai kor követelményeinek is megfelelni. Van érintőképernyős játékunk, amit a gyerekek, az egészen kicsi gyerekek is imádnak, úgyhogy igyekszünk jó múzeum lenni. Hölgy mellé léptem ide, szabad megkérdezni a keresztneved? Eszter. Te először vagy ilyen lámpás klub által szervezett programon? Nem, én már régóta önkéntes segítője vagyok a VGK-nek. Jártál már a posta múzeumban, vagy most vagy először? Most vagyok itt először, igen. Mi az, ami tetszett itt ezen a kiállításon? Nekem legjobban azt tetszett, hogy egész a kezdetektől napjainkig végigkíséri a történetét. Kezdetek. Akkor menjünk egy picit végig. Kezdetek. Mi volt az, ami a kezdetekben téged megfogott, megérintett, tetszett? Hát az, hogy már 1867 óta létezik postaszolgáltatás, amiben persze először beletartozott az utaztatás és nem csak a levelek kézbesítése, és aztán ugye a kor haladtával változott, bővült, de a mai napig szükség van postai szolgáltatásra, tehát a csekek bizonyos részét most továbbra is postán adjuk föl, és hát más, változott a szolgáltatás. Jársz postára? Igen, járok. Jánosi Veronika, a 7. kerületi lámpás klub vezetője volt az ötletgazdája annak a látogatásnak, amit az elmúlt percekben a Benczúr utcai Posta Múzeumban ért véget, és hát egy tényleg egy szép nagy csapattal érkezett ide a VGKE lámpás klubja. Miért pont a Posta Múzeum volt a célja ennek a látogatásnak? Honnan jött az ötlet? Én már jártam itt más keretek között. Annyi érdekesség van, hogy szerettem volna, hogyha ezt megismerjük. És hát például ezek a történetek nagyon nagy adalékot adtak. Volt a kedvenc? A távíró, meg a mesetelefon, az nagyon bejött. Igen, én mesét is hallgattunk a telefonon keresztül, és hát egy különleges világ. Te, Vera, használod még? Jársz még postára? Akkor, hogyha véletlenül kell, muszáj feladni valamit, de akkor sem egyedül, mert ugye a sorszám miatt nem szeretek egyedül menni, mert ugye látássérültként nehéz tájékozódni. Milyen korosztály érdeklődött ez iránt, a kiállítás iránt? Hogy tapasztaltad? Én láttam fiatalokat is, idősebbeket is, akikkel együtt voltunk. Mindenkinek az életében még valamilyen részt vett a posta, és hát érdekli az embereket a történetet, legyen az fiatal vagy idős. Összeállításunk ezzel véget ér. Búcsúzom önöktől, Balázs Zsanettet hallották.